Kis Alexandra 8. helyen végzett a ritmikus gimnasztikázók bakui Európa-bajnokságán. Az MTK junior versenyzője Buzogánya jutott a szerenkénti döntőbe. A csapat egyébként a 11. helyen zárta a kontinens tornát. Kis Alexandrával és edzővel, Deutsch Lajzsany Erikával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Nagyon gratulálok, mert ez egy fantasztikus dolog, és persze ugye juniorokról beszélünk, a 11. hely is a junior csapatnak a kiemelkedő eredménye, ezt mindenképpen el kell mondani, hiszen ez egy előrelépés volt a korábbi kontinens viadalhoz. Ez pedig, hogy döntőbe kerülni, és ott tényleg a Európa legjobbjai között ott lenni, azt gondolom, ez nagyon ritka dolog, nem? Erika, ez gyakorlatilag hány éve is volt utoljára? 2008 Igen, körül? 6 éve volt utoljára a magyar ritmikus gimnasztikázó Európa-bajnoki döntőben. Úgy indultunk neki az Európa-bajnokságnak, hogy esélyünk van rá, viszont inkább azzal foglalkoztunk, hogy a felkészülés folyamán próbáljuk meg a lehető legjobbat kihozni a gyakorlatunkból, és arra, hogy plusz gyakorlatot csináljunk. Hát Szandi Bakuba, én a bírói asztalnál ültem, nem is nagyon mertem nézni a gyakorlatát, de akik látták végig, azok azt mondták, hogy tökéletesen adta vissza azt, amit neki letanítottunk. És hát ráadásul Buzogánnyal, ami azért valljuk meg, legalábbis a versenyzők között az egyik legnehezebb szernek számít, tekintettel arra, hogy kétszerre kell egyszerre figyelni. Neked a kedvencek közé tartozik ez, Szandi, vagy most már igen? Hát most már igen, nagyon, de eddig is nagyon szerettem, mert mindig is a szívem egyik csücske volt. És mi van még abban a csücsökben? Milyen szer? Hát, igazából mindegyiket szeretem, de hát még a labda is, mert azzal is indultam az Európa-bajnokságon, és azt is nagyon... Az is igen jól sikerült. A 7. helyen kerültél, ugye, a legjobb 8 közé, tehát már az is, hogy azt gondolom, egy kiemelkedő dolog. A döntőben milyen volt a gyakorlatod, hogy érzed? Jobb vagy rosszabb, mint a selejtezőben? Maga a gyakorlat az jobb volt, a végén egy dobást elrontottam, egy mesterit, és amiért csúsztam le. Különben egyébként úgy érzed, hogy akár ezt a 7. helyet megtartottad volna, akár előrébb is lépettél volna? Hát a 7. helyet, az szerintem igen. Igen. Egyébként te reménykedtél abban, hogy lesz esetleg szerenkénti döntős helyezésed? Hát, csak, hát igen, talán elképzelhetem volna. Uh-huh. Reménykedtem benne. Uh-huh. Egyébként milyen korábbi versenyek alapján tud az ember úgy nagyjából egyfajta képet alkotni arról, hogy hol tart a versenyzője? Az Európa-bajnokságot megelőzően több Grand Prix-n és világkupán indultunk, és Szandit mindenhol nagyon nagy szeretettel és elismeréssel fogadták, úgyhogy bíztunk benne, de szerintem leginkább én azért meghatódottan is tudok erről csak beszélni. Én azt gondolom, hogy az egész magyar delegációban ő volt, aki ebben a legerősebben hit. Tehát azért mi minden olyan plusz információt mellé tettünk, amit mi látunk, és én úgy indultam el vele, hogyha a 10-12. Hely között végzünk, akkor nagyon büszke vagyok rá. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 2006 óta, amióta junior Európa-bajnokságban ebben a sportágban mindegyiken ott voltam, és míg mondjuk az első szerenként 18-20 induló volt, ma már egyszeren 68 induló mérettette meg magát, és mindegyik versenyen a bírói asztal mögül néztem végig ezeket az előversenyeket, és magát az Európa-bajnokságot is, legalább 12-15 gyerek, azt tudom mondani, teljesen hivatott volt arra, hogy a 8-as döntőbe kerüljön, és 6 hely maximálisan foglalt volt minden döntőben, tehát sokkal magasabban voltak, mint a többiek, így 2-2-2-2 hely volt a többi nemzet számára, és hogy abból a versenyből Alexandra jött ki győztesen, ez nekem, mint az edzőjének nagyon nagy boldogság volt. Hát igen, tudjuk, hogy ebben a sportágban gyakorlatilag egyszerűen azért vannak bérelt helyek, mert ilyen a műfaj hagyománya. Tehát mondjuk 2 orosz, 2 ukrán, 2 belorusz, és akkor esetleg egy azeri. Ez nem az orosz értelmében, nagyon magasan képzett. Igen, tehát igen, felnőtt igen. Mezőnyben is megálltak volna a helyüket, olyan képzett tornászokról beszélgetünk. És nekem egy külön öröm, hogy az Európa-bajnokság bankettjén az Európa Tornaszövetség RG szakágának elnöke azt mondta, hogy Alexandra is már felnőtt szintű technikával rendelkezik, úgyhogy örömmel várják őt a felnőtt mezőnyben. Ez fantasztikus, és hogy főleg ennyire van mire építkezni, ami tényleg egy nagyon nagy dolog, és megmondom őszintén, hogy picit körbe is érdeklődtem a nyilvánvalóan szakemberek között az ő teljesítményről, Sinkó Andra is kifejezetten ódákat zengett róla. Elsők között gratulálok. És a generációról egyébként, az egész junior csapatnak a teljesítményéről. Ő maga is azt mondja, úgy látja, hogy hál' Istennek feljövőben van egy olyan generáció, amelyben talán nem csak egy-egy kiemelkedő egyéniség lehet, közülük persze, azt gondolom, Szandi valóban az egyik legfényesebb csillag remény, de hogy a többiek is a tanítványai közül, illetve akik még a junior csapatot alkották. Ugye nagyon nehéz ebben a sportágban a világ élvonalához, vagy akár Európa élvonalához
fölzárkozni, mert eleve például a fizikai adottságok is már olyan dolgok, amire az ember azt mondja, hogy hát nem létezik, hogy így születik mondjuk egy orosz versenyző, hogy 2 méter a lába, és legalább 2 méter a karja, és mindenhova kinyúlik. Itt viszont látok egy ugyanilyen alkatú, csodálatos ifjú hölgyet, szóval gondolom, hogy már a kiválasztás sem volt egy könnyű feladat, nem, Erika? A kiválasztás nálunk azért én azt gondolom, hogy elég egyszerűen zajlik, mert aki jön, az mert aki bejön a tornaterembe, azzal elkezdünk foglalkozni, és utána nagyon-nagyon meghatározó a szülői háttér. Tehát, hogy ki az, aki abban partner lesz, hogy a gyermekéből válogatott ritmikus gimnasztikázót neveljünk. Ez egy nagyon nehéz sportág abban, hogy a sportpályafutásuk mondjuk 14 és 24 éves koruk közé dotálódik, és ebben benne van, ugyebár ennek pont a csúcsa, az akkor, amikor azért a gyerekek nagyon meg tudnak hűlni. Igen. És ilyenkor nagyon kell az a szülő, aki azt mondja, hogy azon az úton maradsz, amit elkezdtünk, és végig terelgeti ezen az egészen. Úgyhogy Alexandrának azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb erénye az, hogy egy nagyon stabil családi háttér van mögötte, aki az ő pályafutását segíti, és azt gondolom, hogy a további 3 versenyző mögött is. Tehát most csak a Szandiról beszélünk, de a magyar válogatottat Szakály Borbála, Pigniszki Fanni és Várai Mira alkotta, és mind a 4 versenyző nagyon szépen dolgozott tényleg az Európa-bajnokságon. És külön kuriózum volt, hogy a válogatottunkban volt egy nagyon fiatal versenyző, Várai Mira, aki 2001-es születésű, fél éve junior tornász, és lényegében az Európa-bajnokságon debütált, és ő szalag gyakorlattal a 12. helyen végzett. Tehát 4 helyel volt közeli. Lemaradva a döntőről. Az ő életében még egy junior Európa-bajnokság belefér 2 év múlva. Ilyen sem volt még, hogy valaki egyéniben 2 junior EB-n vett volna részt, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy 2 év múlva ő is Szandi nyomdokaiba lép. Legyen így. Persze azon túl menő, hogy a családi háttér és az elkötelezettség nagyon fontos, de azt hallottam róla, hogy te magad is nagyon-nagyon eltökélt vagy a céljaid elérése érdekében, hogy például annyira, hogy akár edzésen is ugyanolyan színű masné, vagy virág, mint amilyen színű a vesz. Tehát, hogy minden dolognak nálad precízen klappolnia kell. Tényleg ilyen vagy? Mert igen, én szeretem, hogyha úgy dolgozok, ahogy kell. Vagy hát, hogy megpróbálok úgy teljesíteni edzésen is, ahogy versenyen kell, és dolgozok, ahogy. És hogy érzed egyébként, hogy alapvetően versenyző típus vagy? Tehát spanol téged a versenynek az izgalma, amikor azért az embernek úgy igazán oda kell tennie magát? Igen, én nagyon szeretek versenyezni, mert ugye ott dressz is van rajtunk, meg sminkben vagyunk, meg tapsolnak, és ez úgy egy külön öröm. Szóval szereted ezt a picit ilyen szimpadias részét ennek a műfajnak, ami igen, tényleg arról szól, hogy a közönség előtt, meg a bírók előtt kell az embernek megmutatni, amit tud. Add kérdezem már meg, mert besétáltál tényleg még egyszer a testalkatodra után, hány centi vagy most, Szandi? Hát ilyen 165. És csak azért kérdezem, hogy hány kiló, hogy érezzék a kedves nézők, hogy milyen arányok kellenek ebben a műsorban, hát ebben a sportágban? Most ilyen 43. 3 kiló. Uh-huh. Hosszú kezek, hosszú lábok, teljesen természetes. Hát igen, hát az meg a másik, ugye, hogy a fizikai igénybevétel, tehát az, hogy a spárgáknak ugye réges-régen túl a 180-on konkávba kell hajlani, ezt magától érte. Nagyon-nagyon amplitudokkal dolgozunk, igen. Szóval ez egészen elképesztően fontos. Mi lehet a következő cél, Szandi? Azért ez már egy olyan dolog, amit nyilván jegyez a sportszakma, ahogy ugye elhangzott, azért rád most már figyelni fognak az európai legjobbak között is. Mondjuk azért nyilvánvalóan a felnőtt mezőnybe való átlépés az mindig egy óriási ugrás. Milyen céljaid vannak még itt a korosztályodon belül, akár idén? Hát én örülnék, hogyha sok fináléba bejutnék ilyen nagyobb versenyeken, és hát szeretnék világbajnokságra, meg talán olimpiára is kvalifikálni. Tehát a hosszú távot cél természetesen az olimpia lehet. Hát valóban, Rióra most is számolom a korát, az már nagyjából érett lehet most ebben az évben? Kvalifikáció 15-ben van, nem. Alexandra még jövőre junior korú tornász, mert ő 2000-ben született. Úgyhogy ez neki nem valós cél még, de azt gondolom, hogy a következő korban igen, nagyon hosszú idő van addig. Kérdés, hogy ez a kitartása, ez megmarad-e. Én bízom benne, hogy igen, rajtunk nem fog múlni. Egyébként milyen szereken érdemes még mondjuk Szandi teljesítményre odafigyelni? A buzogány marad az egyik kedvencek között, meg ugye említette a labda, vagy kifejezetten arra törekedtek, hogy jó összetett tornász legyen?
A ritmikus gimnasztika főleg felnőttben utána négyszeres összetett verseny, tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy bármelyik szer nagyon lemaradjon. Egyelőre a szallagszer technikánk az, ami még bizonytalan, de leginkább azért, mert a kompozíció maga nehéz. Úgyhogy mindenféleképpen stabilizálni kell az összes szert. Az nem baj, hogyha felfele ugrik ki egy-egy teljesítmény, de lefele egyik sem, mert az összetett eredményt nagy mértékben rontaná. Úgyhogy a jövő évnek a feladata, amikor ő még juniorban fog versenyezni, az az, hogy esetlegesen megméretteti magát a jövő évi junior együttes kéziszer Európa-bajnokságon is, még a szövetség koncepcióján nem állt össze pontosan, de hogyha Szandira szükség van a magyar válogatottban, és miért ne lenne szükség, akkor természetesen ebben is támogatni fogjuk. És a jövő év második felében kell összeállítani már a felnőtt egyéni gyakorlatokat, és azokat szisztematikusan elkezdeni gyakorolni, és kitalálni magát a sztorit. Mert azért ebben a sportágban most ez nagyon elhatalmasodott, hogy történeteket, sztorikat kell előadnunk, úgyhogy már agyalunk rajta, hogy mivel nagyon tudjuk majd a felnőtt mezőnyt. Hát akkor jó brainstormingot, jó agyalást kívánok ehhez a szép és egyébként nagyon kreatív feladathoz, rengeteg munka kísérletében. És még egyszer a junior csapatnak is, és a te kiemelkedő egyéni teljesítményednek is. Nagyon örülünk és nagyon gratulálunk hozzá. Köszönöm szépen, sok sikert nektek.